Ezt a csipet mostantól kővágószőlősön gyártják, ami perceken belül kimutatja a koronavírus jelenlétét. A baranyai településen ugyanis egy természettudományi, illetve műszaki kutatással, fejlesztéssel foglalkozó cég végzett egy beruházást. Ennek köszönhetően orvostechnikai és orvosdiagnosztikai termékeket gyárthatnak. Itt a most átadott üzemben jelenleg COVID-specifikus eszközöket készíthetnek a szakemberek. Elhelyeztük azt a gyártósort, amely mikrofluidikai csippek előállítására alkalmas, illetve ebben az épületben, ebben a laborhelyiségben berendeztük azokat a gépeket, amelyek a lélegeztetőgépnek a szabványátérési vizsgálataihoz, illetve a műszaki dokumentáció összeállításához szükséges berendezéseket és vizsgálatokhoz szükséges berendezéseket tartalmazza. A projekt egyébként egy GINO pályázat keretében több mint 730 millió forintos támogatással valósult meg. Ennek eredményeként egy körülbelül 250 négyzetméteres gyártóüzem épült, ahol többek között idegtudományi kutatásokat és lézermikroszkópos méréseket is végezhetnek. A berendezések ugyanis nem csak a koronavírus jelenlétét képesek kimutatni. Bizonyos törzsek esetében nem is szükséges a reagens anyag módosítása, csak egy szoftver frissítés magán az eszközön, amelyel kiértékelik a vizsgálati eredményeket. Bizonyos törzsek esetében szükséges a reagens módosítása, de néhány napon belül át lehet állítani a gyártósort. Így a saját fejlesztésű csip alkalmas lehet más, akár eddig nem ismert járványt okozó vírus feltárására is. A szakemberek tehát így gyárthatják le a COVID-tesztek komponenseit, de később akár át is programozhatják a gépeket más vírusok kimutatására.